Tears. Used to have a key to heaven. Now but knocking by the door is fading. Ez a fél év ez nagyon-nagyon dús volt élményekkel és szakmai sikerekkel is, ugyanis ugye a Dal című műsorban tevékenykedtünk, még ez azt hiszem, hogy január-februárban volt, oda középdöntőig eljuthattunk, és az Inkább Planet dalunk most ilyen félmilliós lejátszásnál jár a YouTube-on, szerintem ez egy tök nagy dolog. Úgy tűnt a zenekar életében, hogy el is indulunk egy úton. Nagyon sok koncertünk volt, és most a nyarunk is hál' Istennek eléggé tele van. Tehát azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon sikeres év ez a 2019, és még nem is vagyunk a végén. Sok sötét mélység, azt hitte visszatart. Tajtékozhat a tenger, de átéri a part. Az a helyzet, hogy ugye nagyon sok angol dalt írunk, és így nehéz bekerülni a magyar rádióba, és úgy gondoltuk, hogy megjelentetjük a második magyar dalunkat, aminek az a címe, hogy Nemesfém, ezáltal hát ha majd a rádiók is befogadnak minket, de hogyha nem, akkor sem fogunk buslakodni, ugyanis tényleg nagyon büszkék vagyunk erre a dalra, mert nem tudom, belőle nagyon-nagyon sok érzelmet kivált, és egy nagyon jó szöveget is kaptunk hozzá Száraz Bencétől, amitől tényleg még magyarosabb és még érthetőbb. Csak lépnem kell, és semmi más. Ha akarsz, úton érhetsz majd az ég peremén. Annyi érmet csillog, de vajon hány szép nemes fém? Nagy vonalakban arról szól a dal, hogy sokan választják mondjuk a sikerhez vezető utat, tehát a könnyebb utat választják, ami nem biztos, hogy jól kifizetődő, viszont hogyha egy kicsit többet dolgozunk a saját dolgainkon, akkor valószínűleg, hogy nehezen, döcögősen, de a hosszabb út lesz az igaz sikerhez vezető út. Mi voltunk az előzenekar a Brace-nek, és a Budapest Barban lett leforgatva egy ilyen kis szösszenet, amit mi ott átéltünk, és szerettük volna, hogy valahogy így a dalhoz is kapcsolódjon, de amúgy nem nagyon sikerült, mert pont nem arról szól a dal, amiről a klip lett, de igazából szerintem egy ilyen lyrics videóval ugye összefoglaltuk ezt az egészet, és mi nagyon-nagyon átéltük azt, hogy amúgy az a koncert hangulat, talán az is, tehát benne van így a tűz. Ez a Ibis Hoteles verseny, ez igazából egy óriási, egy ugródeszkalát a Yes-Yes-nek, hogyha bekerülünk a 88 előadóból a legjobb 9-be, akkor játszhatunk is a Szigeten, tehát ez egy óriási nagy feladat lesz nekünk, és hát reméljük, hogy jól csináltuk, amit csináltunk, mert volt ennek egy ilyen előválogatója még 2 hónappal ezelőtt, és tehát hogyha ezen jól szerepeltünk, akkor lehetőségünk lesz a Szigeten fellépni, és hogyha ezt meg is nyernénk ezt a versenyt, akkor felkarolhatna minket a Sony Music.